Sejtbiológiai, molekuláris biológiai és az élelmiszerekkel, egészséggel összefüggő alap- és alkalmazott kutatásokra helyezi a hangsúlyt a két intézmény közötti megállapodás. Emellett kiemelten vizsgálják majd a funkcionális élelmiszereket, illetve táplálék kiegészítőket, valamint ezek gyártás technológiáját. A megállapodás a két intézmény között, tehát a Nyíregyházi Főiskola és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház között egy együttműködési keretmegállapodás, amely hát különböző kutatási területekben történő együttmunkálkodásról fog szólni, és arról szól. Mire is gondolok? Gyakorlatilag ugye tudjuk azt, hogy az egészség megőrzéshez nagyon lényeges és nagyon sok ágú út vezet tulajdonképpen. Számtalan olyan terület irányából megközelíthető ez a kérdés, amelyben bizonyos kutatási eredmények felhasználásával tudunk tulajdonképpen akár tanácsot adni, megelőzni dolgokat. A főiskola, illetve a kórház között ez a megállapodás ezeknek a közös munkáknak tulajdonképpen hát a egyik elindítója. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Nyíregyházi Főiskola nagyértékű műszeres infrastruktúrája, valamint az ország legnagyobb egészségügyi intézete és egyedülálló laboratóriumi feltételei lehetővé teszik, hogy az egészséges életmód vizsgálata mellett a tudományos kutatások és a publikációk száma is bővüljön a két intézményben. A legfontosabb dolog az, hogy ugye a kórházban nagyon sok tapasztalat van az egészségünkkel kapcsolatban, nem csak az orvosok, hanem a kutatóorvosok a különböző laboratóriumi eredményekből levonható következtetések alapján. Itt a Nyíregyházi Főiskolán pedig már elég régen foglalkozunk azzal, hogy az élelmiszereknek a beltartalmi értékét vizsgáljuk, és megnézni, hogy melyik akár, hogy úgy mondjam, a régióban vagy helyben megtermő terményeknek milyen hasznosulása lehet az egészség szempontjából. És ezt a két külön, hogy úgy mondjam, adatbázis szeretnénk annak érdekében egyesíteni, hogy egészségesebbek legyünk. A sajtótájékoztatón elhangzott, a kutatások mellett olyan képzést és oktatás sorozatot is terveznek, ami a táplálkozás és az egészség összefüggését szemlélteti.